Közeledik a nyár, így már a tavasz utolsó napjaiban is előfordul, hogy közel 30 Celsius fokot mutatnak a hőmérők. Ennek sokan örülnek, szeretnének lebarnulni. Azonban az egyre magasabb UVB sugárzás miatt a szakemberek szerint gyakoribb a melanóma, a bőr rákos megbetegedésének előfordulása. Magyarországon az újonnan diagnosztizált esetek száma évi 3000-re tehető. Melanómától félnek legjobban a festékes bőrráktól, attól lehet is, ugyanis az korán ad áttéteket, és ha ki van véve időbe, mondjuk ha időbe úgy, hogy még nincs áttét, akkor gyógyítható, és gyógyul is szépen. De ha nincs kivéve, hanem már áttétek vannak, akkor sokkal nehezebb gyógyítani. Hozzátette, a legfontosabb, hogy elkerüljük a napégést, mert rendkívül ártalmas a bőrre. Mivel az UV-sugarak által okozott károsodások nem mindegyikét képes a szervezet legyőzni, emiatt évekkel később rosszindulatú bőrtumorok képződhetnek. A melanóma kialakulásában pedig nagy jelentőséget tulajdonítanak a gyerekkori leégéseknek. Ezért fontos, hogy naponta akár több alkalommal használjunk fényvédőkrémet. Hát a napfény intenzitása az, ami számít, és nagyon komolyan kell venni a déli órákat, tehát az a 10-től 3-ig, hogy lehetőleg ne menjünk napra. Árnyékba is meg lehet égni, tehát ott is célszerű kenni, különösen akinek fehérebb a bőre, árnyék, fél árnyékba is sokan megpirulnak. Dr. Ligeti Judit elmondta, hogy a legfontosabb a megelőzés, illetve az anyajegyek éves bőrgyógyászati szűrése.